Fekete Özvegy nem egy összetett szereplőként kezdte el pályafutását a Marvel filmes univerzumban. Még a karaktert alakító Scarlett Johansson is azt nyilatkozta nemrég, hogy a Vasember második részében Natasha Romanoff végtelenül túl volt szexualizálva. Aztán szép lassan elkezdték az MCU kreatív elméjét jobban is kibontani a kémhölgy hátterét, ezt első körben a Bosszúállók Ultron korában kaptuk meg. Itt debütált a Vörös Szoba is, az a kegyetlen szovjet szervezet, ami gyilkológépet képzett Natasából. Az Ultron korát követő filmekben ezt az irányt követték, a végjátékban pedig ugye könnyes búcsút vehettünk az özvegytől, de nem csak a rajongóknak volt hiányérzete. A Marvel fejesei is érezték, hogy valamit még adniuk kell Natasha Romanoffnak, így elkészült az önálló Fekete Özvegy film, melynek eredetileg tavaly kellett volna megérkeznie a mozikba, de a pandémia miatt egészen mostanáig csúszott. Szerencsére megérte várni rá. Fekete Özvegy más tempóval dolgozik és más tétet lenged be, mint a szokványos MCU-s mozik. Ez pedig az egész univerzum megmentése után szinte már kellett a mozinézőknek. Egy váratlanul erős és drámai nyitás után hamar elhelyezhetővé válik a kánon nagy idővonalán is a cselekmény. Az Amerika kapitány polgárháború után, de még a Bosszúállók végtelen háború előtt járunk, tehát Natasha épp szökésben van. A szokóviai egyezmény megsértése miatt az egész világon vadásznak rá. Egy profi szovjet kémnek persze ez nem is annyira nehéz alaphelyzet, roham tempóban tér azonban vissza Natasha múltjának több szereplője is, akik a sztori katalizátoraiként szolgálnak. Olyannyira jól csinálják ezt, hogy néha még el is lopják a rivaldafényt a címszereplőtől. A magyar nézők szívét nyilván a budapesti helyszínek fogják leginkább megdobogtatni, noha tényleg nem időzünk itt sem sokáig. A Fekete Özvegy egyetlen pillanatig sem lassít, villámsebesen húz minket végig az egyébként rövidnek semmiképp sem mondható játékidőn. Kár kertelni. Tényleg remek érzés azt látni, hogy a magyar főváros végre a magyar fővárost játssza el, és nem Moszkvát, Berlint vagy Párizst helyettesíti. Az mondjuk csak nekünk lesz vicces, mikor a hírhet magyar kommandósokról esik szó, de ennyi belefér. Már csak azért is, mert végre valahára kiderül, hogy mi is történt annó Budapesten. Tudjátok, ezt még az első Bosszúállók filmben emlegette Sólyom Szem és Natasha. You and I remember Budapest very differently. Akciódús kémfilmhez méltóan vannak megkoreografálva a harcjelenetek, szinte felsziszen az ember, amikor a szereplők bevisznek egy találatot, vagy hozzácsapják valami keményhez a másikat. Utóbbiból bőven láthatunk majd példákat. Különösen a kvázi főgonosz kiképzője vagy Taskmaster mozdulatsorai a látványosak. Neki ugyebár az a különleges képessége, hogy bárkinek a harci stílusát tökéletesen le tudja utánozni, kunsztjaiban pedig vissza is köszönnek a fő bosszúállók, például Amerika kapitány vagy Sólyom Szem ikonikus mozdulatai. Messze nem kiképző a lényeg azonban ebben a történetben. A Fekete Özvegy valódi szívét Natasha diszfunkcionális kis családja adja meg. David Harbour vörös őre, egyszerre a szovjet Amerika kapitány és saját maga paródiája. Rachel Weisz Melinája vérprofi idősebb özvegy. A Florence Pugh által alakított Jelena Belova pedig hibátlanul hozza Natasha cserfesebb, lazább hugicáját. Mindhármójukon látszott, hogy élvezték a rájuk osztott szerepeket, melyek tökéletesen passzoltak hozzájuk. Azt talán mondanunk sem kell, hogy Scarlett Johansson most is remek Fekete Özvegy volt, de ez nem is csoda, hiszen ahogy Vasemberről immár szinte mindenkinek Robert Downey Jr. jut eszébe, úgy Natasha Romanoff is teljes egészében összenőtt Johanssonnal. Egyedül talán a Fekete Özvegy humora ingadozik kissé. Lesz sok olyan poén, aminél együtt nevet majd az egész vetítőterem, de akad pár olyan egysoros, ami inkább kellemetlen, mint mókás, ehhez pedig némiképp a magyar szinkron is hozzájárul. Nem fogjuk persze leszaggatni az arcunkat a kintól, de jelen a néhány beszólása hallatán önkéntelenül is felszalad az ember szemöldöke. A finálé sem lett a legjobb, de épp azért, mert tónust vált a film, és hirtelen, klasszikusan marveles, szuperhősös lesz az egész lezárás, nem pedig olyan földhöz ragadt, mint amilyen odáig volt az egész mozi. És pont ezért volt jó nézni, mert hirtelen nem az egész világot kellett megmenteni egy lila űrzsarnoktól, vagy egy komplexusos androidtól. A Fekete Özvegy járt Scarlett Johanssonnak, és járt nekünk mozinézőknek is. Nem ez a legemlékezetesebb Marvel film, de arra tökéletes volt, hogy egy hosszú hiátus után végre visszarázódjunk az MCU forgatagába és felkészüljünk az elkövetkező eseményekre. Utóbbiak közül egy történetszálat már a stáblistás jelenet is elkezdett pedzegetni. Ha már ti is láttátok a Fekete Özvegyet, akkor bátran osszátok meg a véleményeteket a filmről lent a kommentek között. Amennyiben elnyerte a tetszéseteket ez a videó, ne feledjétek egy lájkkal jutalmazni, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is. Ha esetleg még támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság funkción keresztül erre is lehetőségetek nyílik. Hamarosan újra találkozunk.
Sziasztok!